közigazgatási rezsicsökkentés, újabb illetékek és szolgáltatási díjak szűntek meg. Nem kell fizetni az anyakönyvi kivonatért és a csoki igazolásért sem. Down világnap. A szindróma Magyarországon körülbelül 1000 terhességből egyet érint. Víz világnapja. Fontos védenünk természeti kincsünket. Pár év múlva már a kőolajnál is értékesebb lehet a víz. Újabb közigazgatási illetékek és szolgáltatási díjak szűntek meg. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Március közepétől a vállalkozóknak könnyebb a cégbejegyzés, cégalapítás. A magánszemélyeknek nem kell fizetni az anyakönyvi kivonatért, nem terheli illeték a csokos igazolásokat sem, és ingyenes az útlevél a 65 év felettieknek. A nyíregyházi kormányablakban is megnövekedett a forgalom, amióta ingyenes a 65 év felettiek számára az útlevél. Míg korábban naponta 10-15-en kértek útlevelet, most egy nap akár 40-en is igénylik az úti okmányt. Megpróbáltuk ezekben az ügycsoportokban jobban átcsoportosítani az ügyintézőket, hogy könnyebben és hatékonyabban el tudjuk látni a feladatot. Vannak, akik már most a nyári utazási csúcs előtt igénylik a magánútlevelet, gyakran unión kívüli ország a cél. 2-3 évenként egyszer. Legutóbb 2 éve voltam Bulgáriában, és akkor csináltattam meg, de most készülnék a sógorömmel Amerikába, úgyhogy majd nem tudom még a pontos időpontot, de szeretnék kimenni, mert még ott nem jártam. Több közigazgatási illeték és igazgatási szolgáltatási díj megszűnt március közepétől. Nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért a 18 éven aluliaknak az általános közigazgatási eljárásokért, és ingyenes lett a családi név korrekciójára irányuló eljárás is. A nyugdíjasok útlevélének kérelme az 2500 forintba került, illetőleg egy hatóság bizonyítvány kiáltása jelenti illeték 3000 forintot jelentett az ügyfeleink számára. A másik nagy csoport a vállalkozók terhének a könnyítése volt. Itt a legfontosabb illetékváltozások a cég alapítással, illetve a cégbejegyzéssel kapcsolatos illetékeknek az eltörlését jelentette. Mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik például KFT-t, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüggésben is több illeték csökkent vagy megszűnt. Egyszerűbb lett a családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés is, nem terheli illeték az igazolásokat itt sem. A kormány szerint a közigazgatási rezsicsökkentés a lakosságnak 400 milliós, míg a vállalkozásoknak további 1 milliárd forint megtakarítást jelent. Ma van a Down-szindróma világnapja. A március 21-i dátum a Down-szindróma mögött álló három számban jelenlévő 21. kromoszómára utal. Magyarországon ez a fejlődési rendellenesség körülbelül 1000 terhességből egyet érint. A Down-kór az egyik legismertebb genetikai rendellenesség, a tünetegyüttes egykori leírójáról Langdon Downról kapta a nevét, aki 1886-ban már vizsgálta és jegyezte a szindrómát. A Downosokkal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több helyen, többek között az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének Újfehértói Központjában is foglalkoznak. A legnagyobb centrum azonban Nyíregyházán van, a Csodavárban egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt a Down-szindrómások. Nekem végig egészséges papát mondtak, és születése után derült ki, hogy Down-szindrómás, rögtön születése után. Meglepődtetek? Nagyon, nagyon, nagyon meglepődtetek. De nem féltetek? De az az igazság, hogy féltünk, mert nem igazán tudtam, hogy hogyan van tovább, vagy hogy van-e tovább igazából, de így most már minden oké, nagyon jól el vagyunk. Segít sokat ez a Csodavár fejlesztő centrum? Rengeteget, nagyon-nagyon sokat. Mira nemrég múlt 6 hónapos, 3 hetes kora óta járnak ide anyukájával foglalkozásokra. A fejlesztés azért fontos, vélik az érintettek és gyógypedagógusok, mert a cél az, hogy a legteljesebben alakuljon ki a Down-szindrómás személyisége, miközben az önálló teljes életre is felkészül. Nyilván vannak határok, és nyilván olyan célokat kell kitűzni, amik elérhetők a gyermek számára. Ma már azt kell, hogy mondjuk, hogy a
majdnem teljes élet, vagy akár a teljes élet is elérhető, mármint a teljesen önállóan vezetett élet is elérhető a fiatalok és a felnőttek számára. Ehhez elengedhetetlen egy komplex koragyermekkori intervenció, amit mi itt igyekszünk a Csodavárban megvalósítani a gyermekek és a családok számára. Mindenképpen az integrált óvoda és az integrált, vagy még inkább inkluzív szemléletű iskolai nevelés, oktatás az, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy a leginkább kiteljesedhessen. A Csodavárnak Máté Szalkán is van már központja, a tanácsadóponton a 2015-16-os időszakban több mint 60 gyermeket vizsgáltak. Pár év múlva már a kőolajnál is értékesebb lehet a víz, ezért fontos, hogy védjük természeti kincsünket, közölte Ambrusz László, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki titkára. Hiába 71% a víz aránya a földfelszínen, ennek mindössze 3%-a édesvíz, amely fogyasztásra is alkalmas. Március 22-e a vízvilágnapja. Ennek kapcsán hallhattak az általános iskolások egy előadást a vízvédelmének fontosságáról. Megdöbbentően kevés az ivóvízre alkalmas édesvíz a földön. Hiába víz a földfelszín 71%-a, ennek a mennyiségnek mindössze 2-3%-a édesvíz, és ennek a kis aránynak is csak az egyharmada van olyan formában, amely elérhető az emberiség számára. Ezekkel az adatokkal próbálta felhívni az általános iskolások figyelmét a legfontosabb természeti kincsünk védelmére, Ambrusz László, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki titkára. Magyarországon szinte mindenhez ivóvizet használunk, a kocsimosástól kezdve a WC öblítésig. A nagyvárosokban élőknek a vízigénye így a napi 120-150 litert is eléri. A felhasználás átláthatóságára úgynevezett vízlábnyomat alkalmaznak. Ez megmutatja, hogy egy-egy élelmiszer előállításához hány liter édes víz szükséges. Egy átlagos reggeli elkészítéséhez is hatalmas a mennyiség. Körülbelül 670-680 liter víz szükséges ahhoz, hogy ezt az élelmiszer mennyiséget előállítsuk. Egy egyszerű rántottáról, két szelet kenyérről és egy narancsliról van szó. Arra szeretném irányítani a gyerekek figyelmét, hogy amikor majd ők döntenek a fogyasztási szokásaikat illetően, ez is legyen egy szempont, hogy az élelmiszerek előállítása mennyi vizet igényel. Ez egy nagyon fontos gondolat, úgy gondolom, ebből az előadásból. Ezt a fogalmat egyébként virtuális víznek nevezik, és a világon nagyon sok kutató foglalkozik már ezzel. Az édesvíz mennyisége nem csökken a földön, a problémát az okozza, hogy a népesség nagy mértékben növekszik, így egyre nagyobb mennyiségre lenne szükség. Úgy becsülik, hogy 2050-re már 9-9,5 milliárd ember fog élni a bolygón. És változik az életmód is, a fejlődő országok fajlagosan egyre több vizet használnak fel. Például a korábban említett táplálkozási szokások változnak. Növényi táplálékok helyett most már sokkal inkább állati eredetűt fogyaszt Kína, India lakossága, és ez rendkívül nagy nyomást helyez a vízkészletekre, meg többszörözi a vízigényeket szerte a földön. A vízvilágnapját az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Végül az ENSZ döntött a március 22-i dátumról. Ezen a napon világszerte különböző előadásokon és rendezvényeken a víz fontosságára és védelmére szeretnék felhívni a föld lakosságának a figyelmét. Ilyen például a vízszakarékosság, amely olyan alapvető feladatokat jelent, mint például rendesen elzárni a csapokat, vagy a rövid zuhanyzást választani a fürdés helyett. A kormány idén 1 milliárd forinttal támogatja az Országos Polgárőr Szövetség feladatellátását, hangzott el a Megyei Szövetség évértékelő gyűlésén. A nyírbátori rendezvényen kiemelték, az összeget eszközfejlesztésre, ruházatra és gépjárművek üzemeltetésére használhatják majd fel. Olvasókörű találkozót szervezett a Móricz Zsigmond Olvasókör Nyíregyházán. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Nagy lépést tett a bennmaradás felé a nyíregyházi Teke Klub együttese. Miután a Szuperliga 18. fordulójában hátrányból fordítva 5-3-ra legyőzte a Salgózdot. A 12 csapatos tabella 9. helyén álló NTK szombaton a Kaposvárt fogadja. 9 pontosra növelte előnyét a Balkánya a labdarúgó megyei első osztály tabelláján, miután 4-1-re legyőzte a Nyírgyulajt, az üldöző Tiszavasvári pedig 2-0-ás vereséget szenvedett Baktalórádházán. A 19. fordulóban 2 meccsen is 7 gólt láthattak a nézők.
Szokatlan és különleges műfajt teremtett Örkény István egyperces novelláival. A 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjának munkássága volt az aktuális téma a Móricz Zsigmond olvasókör találkozóján. A közösség 2014 óta aktív, azóta minden hónapban találkoznak a tagok, és többek között megbeszélik legutóbbi olvasmányélményüket. És amott egy tábla a kocsma ablakán, természetesen fordítva, frissen csapolt sört. Örkény István egyperces novelláiból olvastak fel egy részletet a Móricz Zsigmond olvasókör legutóbbi találkozóján. A 20. századi magyar irodalom egyik jelentős alakja 105 évvel ezelőtt született, ezért is választották az ő munkásságát az aktuális összejövetel témájának. A Móricz Zsigmond olvasókör már 3 éve működik, a Magyar Kultúra Napján alapították még 2014-ben. Minden hónapban egy-egy olvasóköri találkozót tartunk, és örömünkre szolgál, hogy kezdetekben csak 15 fő volt jelen a foglalkozásokon, és most már pedig 25-30, valamikor 50 fő is meglátogatja a foglalkozásainkat. És hogy milyen témákat választunk ki, ez mindig kapcsolódunk az aktualitásokhoz, évfordulókhoz, emlékezünk nagy költők, írók születésnapjáról, haláláról, valamint kapcsolódunk a jeles ünnepekhez, úgy mint a karácsony, a húsvét, és a nyári hónapokban pedig a nyári olvasmányélményeket dolgozzuk fel. A találkozón a tagok az aktuális költő és író saját kedvenceit is felolvashatják, így sokszor rég elfeledett vagy kevésbé ismert műveket is hallhatnak a résztvevők. Örkény István a magyar abszurd dráma képviselője volt, tragédiái néhol komédiává válnak. Stílusteremtése nem csak hazánkban, hanem a világirodalomban is egyedinek számított. Műfajt teremtett, egy nagyon szokatlan, furcsa műfajt az egyperceseket. Én azt mondanám, hogy az egypercesnek az olvasása lehet, hogy még kevesebb is, de egy-egy írás szinte időn túl mindig újra és újra visszatér az életünkben. Ahogy Örkény is fogalmaz, a groteszk az valami szokatlan és furcsa nézőpont, ugyanakkor a világunk nagyon sokszor még groteszkebb és még furcsább, mint amit a fantázia kitalálni képes. A Móricz Zsigmond olvasókör mindenki számára nyitott. A csoport az olvasni vágyó fiatalokat is szívesen látná a találkozókon. Nagy lépést tette a bennmaradás felé a Nyíregyházi Teke Klub együttese, miután a Szuperliga 18. fordulójában hátrányból fordítva 5-3-ra legyőzte a Salgózdot. A 12 csapatos tabella 9. helyén álló NTK szombaton a Kaposvárt fogadja. A Nyíregyházi együttes a továbbra is sérült Szlovenszki Tibor nélkül fogadta a Salgótarján és az Ózd egyesüléséből létrejött riválisát. Az egyéni bajnokságon mutatott formák alapján a hazaiak bizakodva várhatták a mérkőzést, ami az első kör után döntetlenre állt. A középső sorban előnyt szereztek a vendégek, de az NTK utolsó párosa nagyszerűen játszott, így végül 3421 fát ütve a nyíregyháziak 5-3-ra megnyerték a találkozót. Az első sorban nagyon fontos volt, hogy a Magyarorsi Péter jó játékkal megszerezte a fontos csapatpontot, míg mellette a Kastura Zsolt szintén a szezon egyik legjobb játékát produkálva mégis elhulajtotta 3 fával csupán a csapatpontot, és a középső sorban jó magamnak a vendégek legjobbja jutott, ahol nem sikerült pontot szereznem, míg mellettem a Ráski Jánosnak komoly pontszerzési lehetősége volt, és szintén 3 fával maradt alul a vendégekkel szemben, és azt lehet mondani, hogy ekkor egy kicsit izgalmassá tettük a saját mérkőzésünket, azonban az zárósorban fellépő Hakkerdező Szegő Levente párosunk olyannyira villámrajtot vett, hogy abszolút letaglózta az ellenfelét, és hogy hozzáteszem, hogy a Hakkerdező 617 fás teljesítményére már nagyon régóta nem emlékszek, hogy hazai pályán mikor dobott ilyen kiválót, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy a zárósorunk az abszolút bedarálta az ellenfelet. A nyíregyházi csapat az előre nem kalkulált, csak remélt győzelemmel nagy lépést tett a legmagasabb osztályban való bennmaradás felé. Félig meddig már úgy érzem, hogy a jövő évi szuperligás tagságunkat megváltottuk ezzel a győzelmünkkel, de még hátra van a mostani hétvégén jön a Kaposvár, az a Kaposvár, akit még soha, de soha nem sikerült legyőzni sem idegenben, sem hazai pályán szuperligás mérkőzésen, úgyhogy mindenképpen revansot szeretnénk már végre venni rajtuk, és nagyon szeretnénk újabb 2 ponttal gyarapítani a pontjaink számát, amivel azt lehet mondani, hogy az abszolút középmezőnyben röpülne a csapat. A szuperliga tabelláját 18 fordulót követően a Szeged vezeti
34 ponttal, megelőzve az egyaránt 33 pontos Lépcelakot és Zalaegerszeget. A nyíregyházi Teke klub 11 ponttal a 9. helyen áll a 12 csapatot számláló mezőnyben. 9 pontosra növelte előnyét a Balkánya a labdarúgó megyei első osztály tabelláján. Miután 4-1-re legyőzte a Nyírgyulajt, az üldöző Tiszavasvári pedig 2-0-ás vereséget szenvedett Baktalórendházán. A 19. fordulóban két meccsen is 7 gólt láthattak a nézők. A listavezető balkányi csapat volt a forduló nyertese, mivel Nirgai László együttese a Nyírgyulaj legyőzésével begyűjtötte a 3 pontot, a második helyezett Tiszavasvári viszont 2-0-ra kikapott Baktalórendházán. A Nagyecset 2-0-ás vereséget szenvedett a Mándoktól, a Rakamaz Gyulaházán nyert 1-0-ra, a Nagyhalász pedig a Tuzsért múlta felül 3-1-re. Két mérkőzésen is 7 gól született, a Vásáros Namény 5-2-re verte a Máté Szalkát, az Ibrány pedig Fehérgyarmatról távozott 4-3-as győzelemmel. Elég hajtós mérkőzés volt, egy nagyon, nagyon lelkes hazai csapat ellen játszottunk, de úgy gondolom, hogy a fegyelmezett hozzáállás, meg érezték a játékosok, hogy ezt a mérkőzést mindenféleképpen hozniuk kell. Taktikailag fegyelmezettek voltunk, többet birtokoltuk a labdát, és úgy érzem, hogy teljesen megérdemelten nyert a csapat. De elsődleges szempont az volt, hogy megnyerjük a mérkőzést, tehát az, hogy 4 gólt rúgtunk, az már eleve egy óriási pozitívum. Benne volt már ez a csapatban, csak nem használták ki elől a támadóink a helyzeteket. Az, hogy 3 gólt kaptunk, az inkább egy-két embernek a fegyelmezett vagy figyelmetlenségéből adódott, de nyilván ezeken dolgozunk, hogy még egyszer ne forduljanak elő. A megyei első osztály tabellájának élén a 41 pontos Balkány áll, megelőzve a 32 pontos Tiszavasvárit, a 30 pontos Nagyhalászt és a 29 pontos Nagyecseret. A 20 ponttal 9. helyen álló Ibrány vasárnap a Balkányt fogadja. Egy érdekes mérkőzés lesz ez is. A mi szempontunkból nyilván hazai pályán ugye a győzelmet a cél, meg azt szeretnénk elérni. Nem lesz egyszerű feladat, hiszen a Balkán még ugye veretlen ebben a bajnokságban, de biztos vagyok benne, hogy borsra tudunk törni a Balkány orra alá. A 20. forduló további párosítása a következő: Tiszavasvári Vásárosnamény, Mándok Baktalórendháza, Tuzsér Nagyecsed, Nyírgyulaj Sényő, Rakamaz Nagyhalász és Máté Szalka Fehérgyarmat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Újabb közigazgatási illetékek és szolgáltatási díjak szűntek meg. Március közepétől a vállalkozóknak könnyebb a cégbejegyzés, cégalapítás. A magánszemélyeknek nem kell fizetni az anyakönyvi kivonatért, nem terheli illeték a csokos igazolásokat sem, és ingyenes az útlevél a 65 év felettieknek. Ma van a Down-szindróma világnapja. A március 21-i dátum a Down-szindróma mögött álló 3 számban jelenlévő 21. kromoszómára utal. Magyarországon ez a fejlődési rendellenesség körülbelül 1000 terhességből egyet érint. Pár év múlva már a kőolajnál is értékesebb lehet a víz, ezért fontos, hogy védjük természeti kincsünket, közölte Ambrusz László, a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság műszaki titkára. Hiába 71% a víz aránya a földfelszínen, ennek mindössze 3% édesvíz, amely fogyasztásra is alkalmas. Március 22-e a vízvilágnapja. Ennek kapcsán hallhattak az általános iskolások egy előadást a vízvédelmének fontosságáról. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták március 21-én kedden. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. A Kárpát-medence északi részén hullámzó hidegfront lassan kelet felé mozog, szerdán északnyugat felől nedvesebb, de továbbra is enyhe levegő éri el térségünk. Az éjjel változóan felhős idő várható, zápor előfordulhat, a változó irányú szél gyenge marad, reggel általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, zápor valószínű, a változó irányú szél pedig megélénkül. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben.
A folytatásban a hét végéig sok napsütésre, májust idéző hőmérsékletre számíthatunk, szombaton elér bennünket a hideg levegő első hulláma, akkor már pár fokkal csökken a nappali felmelegedés mértéke, majd vasárnap újabb hidegfront ér el bennünket viharos szél és záporok kíséretében. A front hatására vasárnap és a jövő hét elején a mainál 10 fokkal alacsonyabb lesz a csúcshőmérséklet, és hétfőtől hidegebbek lesznek az éjszakák is. Hajnalban fagypont körül alakul majd a hőmérséklet. A jövő hét közepétől ismét enyhül az idő.